ígéretemmel ellentétben kihagytam egy hétvégét, ugyanis az történt, hogy olyan komoly indulatokat kavartak a kijelentéseim, hogy elhatároztam egy kicsit rákészülök jobban, és nem is úgy, hogy ne legyenek problémák, hogy most akkor finomítsuk, sőt, én azt mondom, hogy durvuljunk be, és teszek néhány kijelentést rögtön az elején, készültem egy kis vázlattal, és amikor így el fogok nézni oldalra, annyit nézni, hogy számítógépről olvasom az idézeteket, már most elnézést kérek, hogy nem mindig a kamerában nézek, nem hozzátok beszélek. Néhány olyan kijelentést fogok tenni, ami aztán tényleg lehet vitatkozni. De megteszem az ellenkező kijelentést is, és ez az ellenkező ez egy nagyon érdekes dolog, mert a matematika már nagyon régen oda fejlődött, és a több tíz éves fejlődés, tehát 50-60 évvel ezelőtt már voltak olyan tudósok, akik ezt elkezdték modellezni igazából matematikai módszerekkel, hogy a valóságban nem úgy van, hogy egy dologra, egy kérdésre igennel vagy nemmel válaszolok, és nincs más lehetőség, hanem azt mondjuk, és ezt kifejtettem az előző beszélgetéseink kapcsán is, csak ott nem tértem ki ilyen tudományosan rá, hogy az igen és a nem között nagyon sok fokozat van. Tehát amikor fölteszek egy kérdést egy emberről, el akarom dönteni, hogy ilyen vagy olyan, hogy ez igaz-e vagy nem igaz rá, akkor én azt fogom mondani, hogy ennyire igaz, de aztán annyira nem, a másik dolog, tehát egy skálán fog mozogni az egész, ahogyan én értékelek egy embert. És akkor most vegyük ezeket a kijelentéseket. A Facebookon terjed egy nagyon érdekes elképzelés, többen kirakták, gondolom haragból vagy indulatból, és ezeket így megosztják egymás között, a következőképpen szól. Az a nő, aki az élvezet kedvéért megcsalja azt, aki őt tiszta szívéből szereti, nem társ többé, hanem élősködő. Hozd meg, ha egyetértesz. Most ez az egyik. Nem kommentálom. A másik véglete ennek, mondjuk a másik polaritás, azt mondja, hogy nem kell hűségesnek lennem, mert nem erről szól az élet arról szól, hogy mindig jól érezzem magam, és mindig az alkalmi társsal töltsem az időt, akivel éppen jól érzem magam, és annyi ideig, ameddig éppen nekem ez úgy tűnik, hogy nagyon jó. A kettő között van egy hosszú-hosszú átmenet a két vélemény között. És nem a véleményre vagyok most én kíváncsi, nem erről szeretnék beszélni, hogy ki mit mond erről, hanem hogyan viselkedik. Hogy melyiket tartja magára nézve erkölcsileg, hogy mondjuk, kötelezőnek, vagy irányadónak, mérvadónak, és melyik az, amit ő teljesen tagad. Ebből a szempontból a két véglet között nagyon sok lehetőség van. Igen ám, viszont hoztam egy másik dolgot is, egy másik idézetet, amit fejből mondanék inkább. Erik Fromm, egy pszichológus kutató, már nem élt, sajnos, egy könyvében hosszan leírja a szeretet művészetében, hogy ő mit tart a szeretetről, a kapcsolatról. Hát ez arról szól, hogy a szeretet az végtelen. Ez az egyik. Na most miért? Tehát ez egy nagyon egyszerű, persze, azt így mondják a ezoterikus nagy szövegek, hogy hát a szeretet az végtelen, mert van az emberi szeretet, egy skála egyik oldalán, és van az isteni szeretet. Az emberi szeretet az önző, az isteni szeretet pedig ugye altruista, úgy mondom, hogy minden odaadó, önfeláldozó. Na most a kettő között megint sok minden történik, sok minden létezik a valóságban. Fromm azt mondja, hogy a végtelenséget ő úgy érti, hogy időben, hogy a szeretet az nem egy állapot, hanem egy tevékenység, amiért én felelős vagyok, és a másik is felelős. Nagyon egyszerű a dolog, nem ilyen bonyolult, hogy elképzeljük elsőre. Ő azt mondja, hogy végtelen mélységei vannak egy ember megismerési lehetőségének. Tehát ha van egy társam, akkor minden egyes kommunikációs akcióval bármit csinálunk, gyereket nevelünk, sétálunk, beszélgetünk, rendezzük a balhéjainkat, fizetjük a számláinkat, esetleg arról beszélünk, hogy valamelyik nem úgy viselkedett, hogy szerettem volna, minden pillanatban a másikra, ha nyitott vagyok, akkor végtelen mélységben tudom megismerni. És mindig találok benne érdekeset. 35 éves házasságban élek, és még mindig egymás között feleségemmel ez működik. Azért merek ilyen nyíltan beszélni róla, mert meg lehet csinálni. Na most jön a harmadik kijelentés, és ezzel veledtem be ezzel a
számomra megtapasztalt, általam megtapasztalt 35 éve, van egy ilyen kijelentése a pszichológiáknak, mert pszichológiákat mondom, mert annyiféle irányzat van már, hogy szinte meg sem kicselet nagyon igazodni bennük lassan. Azt mondja az őszinte pszichológia, tehát nem erkölcsi nyomás alatt áll, nem egy vallási elképzelés alatt, nem egy régebbi iskolának a kitalált, elképzelt normái szerint működik. Azt mondja a pszichológia, hogy egy ember életében, egy átlagos ember életében, itt a mai modern társadalmakat értem, tehát a civilizált, úgynevezett technikai társadalmakat, a nyugati társadalmakat, egy ember életében három komoly kapcsolatra van szükség ahhoz, hogy végigéljen boldogan az életét. Ez jó. Ez annyit jelent, hogy annyit változok, annyira sok mindenben változok, hogy nem tudom végigcsinálni egy ember mellett az életemet. És most azt mondhatom azt, hogy kötelező végigcsinálni, akkor azt mondom, hogy egy erkölcsi nyomás alatt vagyok, és ahhoz fogok alkalmazkodni, hogy mindenáron meghosszabbítsam a házasságot, kitartsak mellette. Ez már egyébként bedőlt ez az elmélet, mert az utóbbi jó néhány évben tudjuk azt, hogy a válaszokra szükség van, mert sokszor az nyomorítja meg az embereket, hogyha minden körülmények között és minden nehézségek ellenére is együtt akarnak maradni. Arról szól Frommnak az elképzelése, hogy mindig nyerek azzal, ha a másik közelében vagyok. Ő is mindig nyer. Igen ám, ez jó dolog, azt mondom, és idézem azt a kislányt, aki azt mondta, hogy az ő korosztályában a fiúk még nem érettek komolyabb kapcsolatra. Tehát ez tényleg kettőn áll a válság. Na de az én felelősségem az, hogy meg tudom-e találni, van-e türelmem kivárni azt a kapcsolatot, amire nekem szükségem van a boldogságomhoz. Teljesen mindegy, én most nem akarok értékelni. Tehát mondhatom azt, hogy az a nő az élősködő, aki megcsalja az őt szerető embert, és nem csak nőről mondom, de ez valahogy ez az internetes szöveg arról szól, ez az anyagi dologra gondolt, hogy eltartatja magát a nő, mert a mai társadalomban a férfiak azok áldottak, akik többet keresnek, és ők képesek eltartani egy családot úgy igazán normál szinten. Tehát ez erről szól, ez egy kicsit tord elképzelés. Arról szól, tehát vegyük úgy, hogy ez mindenkire igaz férfi, ez ő egyaránt, hogyha én megcsalom a másikat, akkor hazudok, akkor csalok, ez egy nem jó dolog. Már ugye említettem azt, hogy vannak hamis regisztrációi bizonyos embereknél. Bejelentkeztem oda, mint jó pofa macsó. Bejelentkeztem oda, mint eszméletlen nagy dumás csaj, aki nagyon tudja tenni magát. A másik embernél bejelentkeztem szerénynek és kedvesnek. A harmadiknál megint egy másik személyiségem van. Tehát a hamis regisztrációimmal elkezdek manipulálni. Addig ez jó, amíg tisztába tudom tenni. És én nem akarom ezt értékelni. Ez rendben van. Így viselkedünk, elmondtam, ugye, hogy üzleti szempontok vannak a mai világban, vannak megélhetési szempontok, vannak pszichés okok, hogy miért maradok egy olyan kapcsolatban, ami már esetleg kifújt, ami nem olyan, ami igazi. De az én felelősségem, hogy maradok-e tovább? Maradok-e tovább? Választom-e a kényelmet? Választom-e a megalkuvást? Vagy merek kilépni? Van egy ilyen érdekes szó a pszichológiában, hogy komfortzónámból, megszokottból, a biztonságomból. Ki merek lépni. Végülis az egész beszélgetésem erről szólna, ha jól raknám össze, nem tudom, hogy sikerül-e, hogy a komfortzónámból ki merek lépni. Amikor én magamat elkezdem megismerni, és rájövök arra, hogy azzal a fiúval, azzal a lányal én azt játszom, amit egy előző kapcsolatom mutatott meg, vagy a szüleim mintájára kezdek el vele viselkedni. Ezt ha én elkezdem elemezni és rájövök, akkor tudok változni. Akkor esetleg oda tudok figyelni, hogy én hát nem is őróla van szó, nem is neki akartam mondani. Hát ez egy 15-20-30 évvel ezelőtti beszélgetésnek a része, amit én most képviselek. És akkor kinyitom a szememet a másikra, és elkezdem figyelni, hogy ő milyen. Hát ő nem az apám, nem az anyám, nem az előző kapcsolatomból visszamaradt valami csökevény, hanem ő egy másik ember. És elkezdem azt a játékot, amit Fromm ajánl, hogy végtelen módon kezdem megismerni. Elkezdek vele beszélgetni. Elkezdek mindenféle tevékenységet, tehát minden oldalról megpróbálom megismerni. Ugye most miért jó? Hát ugye mondhatnánk azt, hogy hát vannak
egyéjszakás kalandjaim, vannak futó barátságaim, rengeteg munkahelyem van, itt találkozok emberekkel, félrebúlva másokkal találkozok. Igen, csak az a baj, hogy akkor az emberi személyiség elkezd szétesni. Már nagyon sok felé mutatja magát, nagyon sok embernek, és nincsenek még tartós, biztonságot adó kapcsolataim, mert a kapcsolatok még biztonságot jelentenek, amilyen szempontból, ha jól működnek, akkor értét fogok esni, akkor nem találom magam. Akkor jön az, hogy valamilyen pótszerekhez nyúlok, esetleg függőségem lesz, elkezdem az életemet rombolni, depressziók jöhetnek, szóval nagyon sok felé fog az ember tévedni, hogyha nincsen meg az a biztonságos kapcsolat érzése. Igazából arról szól az egész, hogy nem vagyunk egyformák az időben. Telik az idő. Nézzünk egy kétes periódust. Egy ember életében. De ne ezt nézzük. Nézzük azt, hogy van egy nap. Eszem valamit, jól laktam. Telik az idő, éhes leszek. Megint ennem kell. Ez már egy ilyen hullámzás, hogy jól laktam, megint enni kell. Minden egyes szükségletem, és most itt jó nagyot lehet nevetni, az van esetleg, komolytalanra akarja venni, hogy a szexuális életnek a szükségletei is ilyenek, hogy jól lakadtam magam, utána megint szeretnék ebben élni, és megint szeretném kiélni magam, hiszen megint ez a folyamat újra és újra ismétlődik. De erről van szó, hogy nem csak az evés, nem csak a fizikai szükséglet, hanem a lelki szükségletek is ilyenek. Tehát nekem szükségem van arra, hogy valakivel együtt legyek, de lesz egy idő, amikor már elég volt belőle, és szükségem lesz arra, hogy egyedül legyek. Ez onnan ered, hogy amikor a gyermek leválik az édesanyjával, akkor ezt a folyamatot játsza. Először csak nagyon finoman, gondoljunk el egy egyéves gyereket, aki valahogy már tipek, topog, másfél éves, eltávolodik az anyukájától, elkezd játszani egy plüsmacival a sarokban, és egyszer csak igénye támad arra, hogy visszatérjen az édesanyja ölelésébe, karjaiba, belőle az ölébe, eltöltött egy kis időt, föltöltődik, egy bizonyos szükségletet megkapva, és újra kezd távolodni. Elmegy, és most már egyre messzebb megy a szobába. Később aztán, ugye, amikor jön a kis kamaszkor, akkor már feleselni fog, akkor már önálló elképzelései lesznek a világról, akkor csak azért is nemet fog mondani, mert nem vagyok az édesanyám, már le akarok válni róla, nem vagyok az édesapám, én egy önálló egyéniség vagyok. Ez a fejlődés még normális szakasza. És utána ez fogja játszani, ez fog történni a komolyabb kapcsolatokban is. Van, amikor együtt akarok lenni a másikkal, és van, amikor szüneteltetni kell. Ugyanígy van az, hogy a társaságban szeretek lenni, vagy szeretek akkor elvonulni. Ugyanez van. Minden egyes szükségletem így működik. Hát gondoljunk csak arra, szeret valaki nagyon olvasni, olvas egy jó ideig, aztán azt mondja, most már elég volt, most akkor más csinálom. Tehát az élet az így működik, hogy tisztába kell jönnöm azzal, hogy vannak ilyen szükségleteim, és ez nem mindig ugyanaz. De az jó, hogy én tisztában vagyok vele, de mi van a másik emberrel? Ott él mellettem egy másik ember, aki nem én vagyok. Annak is megvan a maga kis hullámzó élete, mindenben. Az evésben, az alvásban, a kapcsolatainkban, beszélgetéseinkben, minden. Hogy tudom ezt összeegyeztetni? Hát nem egyszerre fogunk oda jutni, hogy szeretnénk beszélgetni. Tehát valahogy ki kell alakítani egy életrendet. Na most erről szól, hogy a kislány mondott, hogy nincsen olyan hozzáillő komoly fiú, aki tartós kapcsolatra alkalmas. Én nem úgy értettem, hogy változtassuk meg a másikat, hanem készülődjünk össze. Kezdjük el tanulni, hogy hogyan lehet együtt eltölteni órákat először, aztán egy-két napot. Aztán egy-két hónapot, ez egy tanulási folyamat. Hiába mondják a különböző erkölcsi iskolák, hogy úgy menj házasságban, sose volt még kapcsolatod. Ez ma már komolytalan ostobaságnak tűnik, ugyanis nagyon-nagyon sok rossz házasság születik abból, hogyha ezeket a társas kapcsolatokat nem gyakoroltuk.
hogy egyszerűen egy álomvilágban élünk, hogy valamiben belefogunk úgy, hogy nem tanultuk meg. Ez képtelenség. Most nézem a következő. Ugye. Mire való egy kapcsolat? Mire való egy kapcsolat? Mindenképpen arra, hogy boldogok legyünk. A boldogság az embernél nem egy állapot, ugyanúgy nem egy állapot, mint amit a szeretet sem, azért állandóan meg kell dolgozni. Tehát boldog csak akkor lesz az emberi lény, ha állandóan változik, és mindig úgy érzi, hogy megy előre valami felé. De az biztos, hogy nem kéne az legyen, hogy tudom azt, hogy 20-50-80 év múlva meghalok, és ez lesz a cél, hogy akkor majd befejezem, hanem valami felé indulok. Nem kellnek olyan célok, hogy híres ember akarok lenni. Nem kellnek olyan célok, hogy fölnevel 3 gyereket. Nem biztos, hogy erről van szó. Ez is persze hozzátartozik sok ember életéhez, és ez így normális. Arról van szó, hogy mindig, minden nap egy picit több akarok lenni. Honnan merítem azt, hogy én tudok majd több lenni, honnan veszem ez az energiát, az erőt? Hát a másik ember megismeréséből. Erik Fromm erre mondja, hogy ez a szeretet, amikor másik embert végtelen mélységig igyekszem megismerni.